Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit, augusztus 11-én, kedden 19 óra 45 perckor. Mai adásunkban két kiemelt témával foglalkozunk. 5 hónap után megnyitotta kapuit a Vörösmarty Színház, illetve beszámolunk az oronpusztai ásatásokról. Tartsanak velünk! Évadnyitó volt a színházban, és megkezdődtek az Ember tragédiája 2 olvasó próbái. Magazinunknak a 4 szerző egyike, Závada Pál mondja el gondolatait a darabról, emellett pedig bemutatták a társulat új tagjait is. 26. évadát indított el az önálló társulattal rendelkező Vörösmarty Színház. A 2020-21-es színház évadnyitón Szikora János igazgató köszöntötte a társulat tagjait. Mint mondta, az elmúlt időszak a koronavírus járvány miatt számtalan kérdést vetett fel, de a jelenlegi helyzetben az a legfontosabb, hogy az újrakezdéskor a társulat tagjai hittel tegyék, ami adatott. Nagyon vártam már ezt a pillanatot, hogy végre legyenek kíváncsi szempárok, akik szembenéznek velem. És ahogy elkezdtük a évad értékesítését, a bérleteket, látjuk is, hogy szépen jönnek az emberek. Igazából minden készen áll, hogy egy olyan évaddal folytassuk mindazt a itt Fehérváron azt a munkát, amit elkezdtünk, ami részben méltó ehhez a világhelyzethez, és ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert amikor járványról beszélünk, én ezt szívesen fordítom le arra, hogy egy világhelyzetről van szó, és a világhelyzet sok egyéb vonatkozásai mellett tulajdonképpen napfényre hoz olyan konfliktusokat, olyan gondolati kételyeket és kérdéseket, amelyeket nem nagyon lehet tovább elodázva hagyni. Az Ember tragédiája, amely Madács adaptációjában Madácsnál a jövővel foglalkozik, bármit is mondjon bárki, ezért mégiscsak azt járja körbe, hogy van-e jövőnk, és milyen lesz a jövőnk. És szerintem ennél aktuálisabb kérdés már nem nagyon létezik. Van-e jövő, és nem csak itt Magyarországon, egyáltalán az emberiségnek, mit csinál az emberiség önmagával? És ha van jövő, az milyen lesz, amit csinálunk? Tehát ezek óriási kérdések, és nagy hiba volna elmenni választ nélkül emellett a kérdés mellett. Tehát az Ember tragédiája 2, amelynek megírásával megkerestük a 4 magyar írót, Závada Pált, Márton Lászlót, Tasnádi Istvánt és Darvasi Lászlót. Ők végül is fölvették ennek a gondolatnak a fonalát, megírták a maguk epizódjait, és az, hogy ezzel nyit a járvány után, vagy esetleg most halkan is félvejegyzem meg egy következő járványhullám előtt, ez most már mindegy, az évadot, az jelképes, talán a legnagyobb szabású vállalkozás, amire ez a társulat 8 év óta összeállt. Ez emellett ugyanakkor nagyon sok vidám darab található majd a műsorunkon, olyan sok, hogy magunk is meglepődtünk rajta. Ilyen vidám évad a Vörösmarty Színháznak még biztos nem volt. Erre azért szükség is van. Az emberek szeretnek nevetni, és azon kívül, hogy gondolatokat ébresztünk, kételyeket támasztunk és kérdéseket teszünk föl, hát igen, jól esik néha nevetni. Ez egy feladat is. Úgyhogy bízom benne, hogy azok a bemutatók, amelyek ennek a jegyében születnek, ezek maradéktalanul kiszolgálják majd ezeket az igényeket. Cserpakovics András polgármester köszönetet mondott a színház dolgozóinak a pandémia idején segítő munkájukért, a művészkaraván előadásaiért és az online mesékért. A városvezető azzal a kéréssel fordult a színházbarátokhoz, hogy minél többen váltsák meg bérleteiket, ezzel is segítve a teátrum munkáját.
Emellett bejelentette, hogy ebben az esztendőben augusztus 21-én, 22-én és 23-án az Aranybulla emlékműnél rendezik meg a koronázás és szertartás játékokat. Aki szereti a színházat, már pedig mi itt Fehérváron szeretjük a színházat, és szeretjük a színházunkat, a Vörösmarty Színházat, annak egy nyári szünet is nagyon hosszúnak tűnik színházba járás nélkül. Hát még egy olyan időszak, amikor március óta nem jöhettünk színházba, nem nézhettük meg azokat a darabokat, amiket adott esetben kiválasztottunk, ami érdekelt volna bennünket. Ez egy nagyon hosszúra nyúlt szünet volt, és bízom benne, hogy hamarosan viszont le tud zárulni ez a szünet, és az új évad rendben el fog tudni kezdődni. Erre most minden remény megvan, hiszen a jelenleg életben lévő szabályok alapján a színházak, a Vörösmarty Színház is megnyithatja a kapuit, és szeptember közepén elkezdődhet az új évad. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes, nagyon míves, nagyon értékes, és mellett a szórakoztatást is szolgáló évad elé nézünk a színházban, nagyon jó darabválasztással, ami részben nyilván a tavalyi Csonka évadból kezdődik, és így megy át az új évadba. Én arra kérek és biztatok is mindenkit, hogy aki szeret és szokott színházba járni, az vegye meg a bérletet, mert lesz évad, lesznek előadások, és újra meglehetnek azok az önfelett pillanatok, és ebből kiváltott érzelmek, amelyeket a színház tud nekünk megadni. A Vörösmarty Színházba bízhatunk, és bízhatunk abban is, hogy szeptember közepén az évad el tud kezdődni. A anyagi háttere a színháznak valóban biztosított az állam és az önkormányzat részéről, de szükség van a saját bevételre is, úgyhogy aki szereti a színházat, és szereti a színházát, és szeretné támogatni a színházat, azt ezzel a bérletvásárlással tudja megtenni. Az augusztus 20-ai ünnepség sorban mindig kivételes helyzet, tehát okozott a koronázási játékok. Most jó híreket kaptunk, igaz, hogy nem a nemzeti emlékhelyen, viszont az Aranybullánál megtartható. Valóban így van, nem szakad meg a hagyomány, hiszen most már nyugodtan mondhatjuk, hogy a királyi napokon belül a koronázási szertartás játék egy szép hagyomány, olyan hagyomány, ami a város történelméből táplálkozik, és ezt mutatja be évről évre egy király életútján és koronázáson keresztül a Vörösmarty Színház Szikora János igazgatóval, illetve a darab rendezőjével. Nem fog a hagyomány megszakadni idén sem, más keretek között és más helyszínen kerül megrendezésre. Augusztus 21, 22 és 23-án lesz idén koronázási szertartásjáték, de nem a nemzeti emlékhelyen, hanem kinn az Aranybullánál, az Aranybulla környékén. Egy 300 fős nézőtér fog létesülni, ott lehet majd a darabot megnézni. Ez egy kicsit más darab lesz, de azt gondolom, hogy pont ezért nagyon izgalmas és nagyon érdekes. Minden vonatkozó szabályt, ami a rendezvény szervezésre vonatkozik, be fogunk tudni tartani a színházon keresztül, és az is nagyon fontos, hogy azért tudjuk ezt megtenni, mert teljes egészében egy állami pályázat keretében a szakminisztérium finanszírozza az idei koronázási szertartási játékot, így tudja ezt most a színház megrendezni. Arra biztatok mindenkit, hogy vásároljon színházbérletet és vásároljon jegyet a koronázásra. Az évadnyitón átadták az évad színész elismerést is, amit idén Nagy Péter vehetett át. Ilyenkor az ember mindig meglepődik, mert ez valahogy váratlan, tehát nem tudok ezekkel úgy nagy hirtelenjében mit kezdeni. Nyilván mindenfajta elismerés nagyon, nagyon jól esik, és nagyon kell a visszajelzés, tehát, hogy ilyen hagyományos, ilyen színpadi színésznek lenni, az azt hiszem, hogy manapság így a kézműves rétege lett a szakmának, és ez valahogy úgy, tehát nem annyira széles körül, mint, tehát, hogy itt ez valahogy egy másfajta szerepkört jelent, és igazából az ember valahogy így estéről estére kapja meg az igazán fontos díjakat, igen, talán ezt kell, hogy gondoljam meg, ez az, amit így magamnak mindig mondok, meg a másik pedig mindig a kollégáktól. Tehát ez a hosszú, ez bőlére eresztett beszéd, ez arra jó, hogy azt tudjam mondani, hogy ugyan nagyon jól esik egy ilyen elismerés, de az igazán jó az a közönséggel találkozni esténként, és az ő szemükből kiolvasni ezt a sikert. Meg a kollégákkal az egymás szemébe tekinteni, az egy olyan ajándék, ami minket előre húz. Bemutatkoztak a társulat új tagja is. Sarádi Zsolt szabadúszóként szerződött Fehérvárra, a koronázási szertartás játékon már is fajsúlyos feladat vár rá, ő alakítja ugyanis Kun László szerepét. Rendkívül nagy örömmel, egy nagyon jó társulat, nagyon jó színészekkel, jó rendezőkkel, természetes volt, hogy igen mondok.
Ráadásul augusztus 20-a Székesfehérváron, a Királyi Városban nagyon fontos a koronázási játékok okán is, és már is a kellős közepébe esel bele, hiszen Kun László szerepét játszod. Erre hogy gondolsz? Gyerekkoromban olvastam a Lidérc király, azt hiszem ez a címe, ami a Kun László életéről szóló regény. Nem tudom pontosan ki írta, mert nem nagyon emlékszem, csak emlékszem, hogy meghatározó élmény volt. És hát várom, egy kettő személyiség, szóval nem egy egyértelműen, nem egy egyértelmű személyiség, és ilyet mindig izgalmas játszani. Trokán Péter ma már legenda a magyar színjátszásban, amiről meggyőződhettünk a Trianon darabban is, ahol Aponyi Albert grófot formálta meg. Messzebbre nyúlik vissza a kapcsolatom, szoros vagy kevésbé szoros kapcsolatom a színházzal, mert egyrészt családilag is valamilyen módon kapcsolatom Fehérvárhoz, a bátyám nagyon sokáig itt dolgozott, tulajdonképpen itt élte az életét faipari mérnökként. És annak idején, amikor még a Bújtor volt itt a művészeti vezető, nem volt színház akkor, nem volt állandó színház, csak befogadó színház, akkor játszottam itt egy darabban, és egy nagyon meglepett akkor, hogy milyen elfogultan és óriási lelkesedéssel szereti a színházát a város. Tényleg olyan sikerünk volt egy kis vígjátékkal, hogy meglepődtem, hogy hát azért találkoztam már egy pár közönséggel, de ez egészen váratlan volt, hogy ilyen mélységesen elfogódottan szeretjük a színházunkat. És ezzel tényleg nem szabad visszaélni, de ez megmaradt bennem, hogy itt egy olyan jó közönség van, hogy itt biztos jól lehet játszani. Aztán hallottam a színházról, hogy milyen szépen, amikor állandó színház lett, akkor milyen szépen összeállt a társulat. És a Jánosa már az elmúlt néhány évben, most már a harmadik éve mindig ment ez a húzavon, hogy jössz, nem jössz, jövök, én nem tudom most jönni. És akkor mindig valahogy úgy alakult, valami közben jött, de én tudtam, hogy előbb-utóbb az lesz a vég, hogy itt kötök ki. És aztán borzasztóan örülök neki, hogy az a Trianon munka, ez egyszerűen elementálisan bebizonyította nekem, hogy az első héten, ahogy bejöttem a színházba, és elkezdtünk dolgozni, azt éreztem, hogy ez a társulat engem befogadott. Úgy dolgozom közöttük, mintha nem tudom, hogy hány év együtt dolgoznánk. És úgy örültünk egymás sikerének, hogy ennek a közös munkának, ami nem volt nagyon egyszerű, és egy kifejezetten nehéz anyaggal kellett megbirkózni, és lett belőle aztán egy nagyon jó előadás, remélem össze fogjuk tudni játszani, hogy akkor az egyértelművé tette, hogy ebbe a társadalomban nekem helyem van. Tenki Dalma személyében egy rendkívüli tehetséggel megáldott színművészt köszönthetünk a következő évadban Székesfehérváron. Nagyon örültem a megkeresésnek, én voltam már Kőszínháznál 4 évig Miskolcon, és aztán utána 1 évig szabadúszó voltam, és nagyon örültem neki, hogy egy ilyen nagyon jó társulathoz csatlakozhatok, mint a székesfehérvári. Van pár ismerős is, úgyhogy nagy szeretettel várom a következő évadot. Bár a teátrum kapui még zárva vannak, a Vörösmarty Színház társulata azonban nagy erőkkel látott neki egy színház történeti álom megvalósításának. A következő évad szerte Magyarországon várt óriási vállalkozása az Ember tragédiája 2, amelynek megkezdődtek az olvasó próbái. A darab Darvasi László Márton, László, Tasnád István és Závada Pál tollából kerül színpadra. Mindenképpen egy eredeti, jó és inspiratív ötlet, amellett, hogy megtisztelő, hogy Madács Imrének az Ember tragédiája nyomán, és ennek a műnek az ihlete alatt, hát fölkérnek kortárs írókat, hogy próbáljuk meg folytatni. Ez az emberben megmozgat gondolatokat, és egyáltalán borzasztó inspiratív az. Nekem például az volt mindjárt az első gondolatom, hogy az Ember tragédiájának bizonyos részei azok történelmi színek, tehát Ádám és Éva és Lucifer különféle szerepekben lépnek föl a világtörténelem ilyen és olyan évszázadában és helyszínén, ezek el vannak ezekről a helyszínekről keresztelve, és hát a Madács halála után, ha úgy tetszik, a történelmi színeknek az elképesztő lehetőségeit nyújtatta ez a borzalmas 20. század, ami ezután következett a 19. század után.
És akkor mindjárt ezen kezdtem gondolkodni, hogy meg nyilván a kollégák is, hogy kinek, melyik időszak, melyik helyszín, melyik régió, melyik város, melyik főváros vagy nem főváros jut eszébe úgy, mint egy történelmi esemény sor a borzalmas diktatúrák, a fasizmus és a kommunizmus megjelenésének szimbólumaként esetleg nekem mindjárt ez jutott eszembe. De hát persze az alkotótársaknak, Darvasi Lászlónak, Márton Lászlónak, nekem is történelmi színek jutottak eszembe, Tasnádi Istvánnak pedig egy disztópia, egy mai probléma, egy katasztrófák, vagy fenyegető katasztrófával, úgy tetszik, környezeti katasztrófával. De hát ma itt vagyunk a járvány közepén, akár erre is gondolhatunk, ezzel kapcsolatos víziója. De mi, akik történelmi színekről írtunk, történelmi problémákat boncolgattunk, és odavezettük szereplőinket, hát mi is két lábbal állunk úgy ebben a mai jelenünkben, tehát mindenképpen a jelenünkről szól, akkor is, hogyha éppen a 20. század első évtizedében játszódik mondjuk, vagy a két háború között, vagy a második világháború alatt, vagy után játszódó jelenetekről van szó. Ezek mind maiak, ezek mind, mi mind mai szerzők vagyunk, és persze nem vagyunk egyformák, igen, és hát nyilván ki a maga módján fogalmazza meg, ezek mind önálló előadások lesznek, de hát lesz, bőven lesz a gondolat, ami összefogja, ami átfogja, ami valamiféle közös jelentéssel is talán áthatja ezt a közös estét. Závada Pál még elmondta, fontosnak tartja szerzőtársaival együtt, hogy izgalmasak, eredetiek és meghökkentőek legyenek, és ne süllyedjenek a semmitmondás mocsarába. Két hete kezdték meg a munkát a Szent István Király Múzeum szakemberei, valamint önkéntesek a közösségi régészeti program keretében csatlakoztak az oronpusztai ásatásokhoz. 1200 sír sejthető a területen, amik közül kicsivel többet, mint 500-at tártak fel az idők során. A 8 évtized után folytatott ásatások számos izgalmas eredményt és leleteket hozhatnak. Ezeket a kutatóárkokat, amik itt látszódnak, majd kicsit odébb megy a nap, akkor talán még jobban fog látszódni, ezeket Lencsés József múzeumi altiszt húzatta, ő vezette az ásatást, és a 30-as évek ásatási módszereire, illetve az ő által alkalmazott ásatási módszerekre is szerzünk így plusz adalékokat. Hogyha megnézzük, akkor látjuk azt, hogy nem szisztematikus kutatást végeztek, mert vannak olyan érintetlen sírfoltok, amikkel keresztül megy a kutatóárok, de látszik, hogy a sírnak mondjuk a további részeiben nem bontott bele. Érdekes adalék a ásatás történetének, hogy amikor László Gyula akkor még fiatalon átveszi az ásatás vezetését 1938-ban, akkor a kutatóárkok közötti területen is kutat, amit ugye a múzeum, az akkori múzeum már feltártnak tekintett, és talál ráadásul egy érintetlen lovas sírt is, amiből komoly konfliktusa keletkezik akkor a múzeumi vezetéssel, és hát el is, föl is jelentik úgymond László Gyulát emiatt, de hát visszatekintve így a múltba, tehát László Gyula volt az, aki a korszínvonalán álló ásatási módszertant hozott ide ezekre a feltárásokra. Szücsi Frigyes, a Szent István Király Múzeum ásatás vezető régésze mutatja a bolygatott avarkori sírt a Csákberény oronpusztai feltáráson. Itt egy lovast és egy lovat is találtak. Itt egy lósírról van szó, a külön síraknába temették el a lovat és a lovasától, de a lovas mellett például a tegez,
ez bolygatatlanul megmaradt. A szerves anyag, tehát a szerves részei természetesen elbomlottak, de ott még a lenyomatát le tudtuk mérni, tehát szerencsés esetben rekonstruálható lesz ez a tegez, legalábbis a mérete, és benne voltak rendben, tényleg úgy, ahogy akkor azokat oda tették a nyílvesszők. A 370 négyzetméteres régészeti szelvény területén 35 sírt tártak fel az elmúlt két hétben a régészek. Kiemelhetem egy avarkorban eltemetett germán fiatal hölgynek a sírját. Ugye ez rá is mutat arra a kulturális sokszínűségre, amit a 6. század végén, 7. század első felében jellemezte az avar kaganátust. És ebben a sírban például a teljes vádli kötő készletét feltártuk, ennek a avarkori, hát germán divat szerint eltemetett hölgynek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy látjuk például az ilyen vikingekről szóló filmekben is, hogy fáslival tekerték körbe a lábszárukat. Na most ebben az időszakban ennek volt egy szíjazata is, és a szíjat veretekkel díszítették, és csattal kapcsolták össze. Ez gyakorlatilag teljesen bolygatatlanul, gyakorlatilag úgy, ahogy oda beletették több mint 1300 évvel ezelőtt, ez úgy bontakozott ki előttünk, és ugyanebben a sírban volt egy csodálatos lelet, egy ritka úgynevezett korong fibula, tehát ez egy korong alakú ruhakapcsoló tű, teljesen épp állapotba épp kapcsoló tűvel, és majd a restaurálás után fogjuk a maga teljességében látni a díszítését, de az már most a korrodált állapotában láthatóvá vált számunkra, hogy egy gyönyörű nagy keresztjel díszíti ezt a tényleg szinte hát féltenyérnyi méretű gyönyörű korongfibulát. Ez úgy eleve ebben a korban, a 6.-7. században különlegesnek mondható a keresztdíszítés, hogyha jól tudom. Ez egy nagyon izgalmas dolog ebben az időszakban, tehát erre mindig fölkapjuk a fejünket, hiszen az 5. század elején kivonul innen a római adminisztráció, a hadsereg, és ezzel együtt kivonul az egyház szervezet is, és az ezt követő népvándorláskorban nincs egyház szervezet ezen a területen, de ennek ellenére számos nyoma van annak, hogy keresztény közösségek élnek itt, és ezért különösen izgalmas az, hogy mondjuk 100, 200 vagy akár 300 évvel az egyházszervezet kivonulása után itt még találunk a kereszténységre utaló jeleket, és itt nem csak nagyon sok esetben nem csak egy divatról van szó, hogy mondjuk teszem azt egy divat jelenség részeként hordanának keresztet, hanem sokszor vannak erre más ráutaló jelek, amiket mi nyomozunk itt a temetkezések feltárása során, hogy valóban keresztény temetkezésekről lehet szó. Mi a terv, hogyan fog folytatódni itt a feltárás? Valószínűleg, látván az idei eredményeket, a tavalyi feltárási szelvényünkkel fogjuk összekötni az ideit. Azért tudunk így viszonylag biztosan mozogni, mert itt minden milliméter pontosan bemérésre kerül, és gyakorlatilag jövő évben ezt ugyanúgy milliméter pontosan vissza tudjuk mérni, tehát tudjuk pontosan innen folytatni a feltárást, és hát előre láthatólag ezt a részt fogjuk kutatni, látván, hogy idén milyen csodálatos dolgokat találtunk, és hogy talán érdemesebb, nyilván itt hosszú távon a szisztematikus feltárásra törekszünk, de érdemesebb előre venni azt, amiből konkrét tudományos eredményekre, és nagyon fontos tudományos eredményekre számíthatunk. Ezt azért segíti az is, hogy van egy pontos, hajszálpontos légifelvétel. Igen, ez tényleg csodálatos, tehát nem mondanám azt, hogy tehát van más, létezik több temetőről is légifelvétel, de tényleg annyira pontosan kirajzolódnak számunkra a gabona táblában a sírok elszíneződései, hogy egészen pontosan, ugye nem vette még tudomásom szerint az senki a fáradtságot, hogy az összes kis fekete, lekerekített sarkú téglalap alakú foltot ezen a légifelvételen összeszámolja, de a kollégák becslése alapján, és ezt elfogadjuk, 1100 és 1200 közötti sír van a föld alatt, ebből idén az 540. sírszám az utolsó, amit kiosztottunk, tehát egy gyors fejszámolással kimondhatjuk, hogy még több mint 600 sír rejlik itt a föld alatt feltáratlanul. Lehet a település?
A település keressük, erre is építettünk kutatást, tavaly is kerestük. A települések mindig vízfolyások mentén helyezkednek el, ezért a kutatásunkat is a vízfolyások mentén a területek szisztematikus átfésülésére alapozzuk, de hát még mondjuk úgy távolra se jártuk végig az összes szóba jöhető területet, tehát ezt folytatni szeretnénk talán idén ősszel vagy jövő kora tavasszal, de mindenképpen szeretnénk megtalálni ehhez a nagyméretű temetőhöz tartozó nyilván nagyméretű települést. A közösségi régészeti programban rengeteg önkéntes csatlakozott a feltáráshoz, a településről is voltak érdeklődők, de gyerekcsoportok is érkeztek az ásatás helyszínére. A Veszprémi Múzeum folyamatosan biztosított munkatársakat. Bár nálunk is nagyon elfoglaltak a kollégák, de hát ez tényleg egy olyan kiemelkedő lehetőség, hogy fontosnak tartottuk, hogy mi is segítsük ennek a megvalósulását. És ugye ez egy közösségi alapon megvalósuló kutatás, ahol nem csak régészek vesznek részt, hanem elsősorban önkéntesek. Ez a Veszprémi Múzeumnál is egy nagyon fontos vonal. Fontosnak tartjuk, hogy bevonjuk a közösségeket, az érdeklődő embereket, és minél többet megmutassunk nekik a folyamatokból, az eredményekből és a történelemből, hogy megtapasztalhassák ezt, hogy milyen. Említette ugye a közösségi régészeti programot, és valóban nem az az első ilyen közös munka, hiszen nem is olyan régen Szabadbattyányban a Szeúzó feltételezett palotájánál is ott voltak a Veszprémi Múzeum közösségi régészeti önkéntesei, régésze is. Hát mivel eleve a személyes kapcsolatok is nagyon jók a múzeumok között, ennek alapján kialakulhatott a szakmai együttműködés is. Fontos, hogy egymástól tapasztalatokat is szerezzük, kicseréljük a tapasztalatainkat, ki hogyan működik, mi a legoptimálisabb működés, és hát egyéb lehetőségeket is biztosítsunk a önkéntes csapatoknak, hogy minél több helyen részt vehessenek, és ők is minél többet láthassanak. Itt ugye két hétig zajlott a munka, végig voltak itt munkatársak, önkéntesek? Hát egy munkatársat igyekeztünk végig biztosítani, és most így az utolsó napra hárman is érkeztünk, négyen is érkeztünk a múzeumból, hogy részt vehessünk az ásatáson. A Csákberény orontpusztai avarkori temető feltárását több mint 80 éve a legendás régész professzor László Gyula vezette. A munka tavaly indult ismét. A területen csaknem 1200 sír sejthető, amik közül eddig 500-at tártak fel. A temetőhöz tartozik egy település is, amelyet eddig még nem találtak meg a szakemberek. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!